Lehet, hogy önök is szívesen festenek, fotóznak vagy kameráznak szabadidejükben, így hát ismerjék meg a Komáromi Regionális Művelődési Központ kínálatát, melyből megtudhatják, hogy egy-egy alkotásukat mely versenybe nevezhetik be. Az első kínálat az amatőr képzőművészeknek szól. A regionális művelődési központ a képzőművészet, fotográfia és filmművészet kategóriákban az év elején 3 versenyt is meghirdett. A képzőművészeti versenynél már lezárult a jelentkezési határidő, és nagyon örülnénk annak, ha minden érdeklődő eljönne arra a kiállításra, mely a Dunamenti Múzeum Zicsi palotájában kerül megrendezésre február 22-én 18 órai kezdettel. Nagyon örülünk annak, hogy a Dunamenti Múzeum ezt a kiállítást lehetővé tette, és így a komáromiaknak is meg tudjuk mutatni a komáromi járás amatőr képzőművészeinek alkotásait. Az elmúlt évben 124 pályamű érkezett, és mind magas színvonalon volt. A komárom járásbeli amatőr képzőművészek nagyon ügyesek, és mindig szívesen kapcsolódnak be versenyeinkbe, amiért köszönet jár nekik. Ha szívesen kézbe veszi a kamerát és jó ötletei vannak, jelentkezzen be ön is a versenybe. A másik versenyünk a Színeálma 2013, melyel szeretnénk megszólítani a széles nyilvánosságot. Az amatőr filmesek számára lehet érdekes. Itt a jelentkezési határidő 2013. március 1-e. Szeretném megragadni az alkalmat és felhívni ezeknek az amatőr filmeseknek a figyelmét, hiszen biztos sokan vannak. Azt gondolom ugyanis, hogy ma már elég sokan foglalkoznak filmezéssel, hiszen filmezhetünk a mobiltelefonnal, fényképezőgéppel vagy kamerával. A benevezett filmek maximum 20 percesek lehetnek, és különféle kategóriákat hirdettünk meg, például reklám, rövidfilm, dokumentumfilm. Lehet választani, és nem kell rögtön a hollywoodi alkotásnak készülnie, bármilyennek csak örülnénk, szóval nagyon várjuk, hogy a fiatalok jelentkezzenek és így módon bemutatkozzanak. A 2012-11-es évben sajnos egyetlen résztvevőnk sem akadt. 2010-ben azonban Stanko Králik megnyerte ezt a versenyt, sőt a szlovákiai versenyt is. Ha reklámozhatom kicsit, akkor el kell mondanom, hogy az idén az új filmjében is kivesszük részünket. Ezt a filmet idén forgatják, és a hajógyár volt dolgozóinak sorsát fogja bemutatni. A harmadik lehetőség bizonyára felkelti az amatőr fotósok érdeklődését. Táto tretia súťaž sa bude venovať, je venovaná fotografom, Amfo 2013. A harmadik versenyt a fényképészek számára hirdettük meg, ANFO 2013 elnevezéssel. Ez a verseny már hosszú hagyománnyal rendelkezik, az idei a 41. évfolyam lesz. El kell, hogy mondjam, hogy a járásunkbeli fotográfusok felettébb ügyesek, a Helios Fotóklub és a többi fotográfus is. Ez a verseny is több kategóriában kerül megrendezésre. Az egyszerű fekete-fehér és a színes fotók kategóriáján kívül további 3-at hirdettünk meg, az alkotók életkorának megfelelően, hogy például egy alapiskolás gyermek ne legyen egy felnőtt, sok éves tapasztalattal rendelkező fotográfussal összehasonlítva. Mivel az Európai Unió az idei évet a polgárok évének nevezte meg, egy olyan tematikus kategóriában is nevezni lehet majd, melynek célja, hogy informálja a polgárokat az uniós tagságból eredő jogaikról. Ez az egyik ilyen téma, és ebben is várjuk a pályaműveket. Az 1150 éve a Nagymorva Birodalom területére érkezett két hittérítő, Ciril és Metóda témája a másik kategóriának, amit az ANFO 2013 keretén belül hirdettünk meg. Valamennyi fontos információt megtalálnak a Regionális Művelődési Központ honlapján. A Regionális Művelődési Központ a Petőfi utcai Ipari Szakközépiskolában székel. Itt minden nap reggel 7 és délután 15 óra között találhatnak meg bennünket. Ezen kívül elérhetőek vagyunk weboldalunkon a www.ros-komarno.sk címen, illetve újabban már a Facebookon is, a Komáromi Regionális Művelődési Központ oldalán.